Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Az ő következő lépése. Mi a terve, mit fog tenni, hogyan közeledik hozzád, és megnézzük azt is, hogy mi legyen a válaszod. Hogyan reagálj ezekre a lépésekre. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, az ő következő lépése, a díjam az 4000 forint. Először megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt az egerek láthatóak. Ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát nála van most veszteség, vagy pénzkiadás, vagy elveszítette a munkáját, vagy lezárt bizonyos kapcsolatokat. Az egerek kiválthatnak félelmeket is, hogy fél attól, hogy elveszíti a munkáját, hogy fél attól, hogy elveszít téged. Az egerek néha tudnak segíteni, hiszen negatív dolgokat is el tudnak távolítani. Például negatív gondolatokat, hogy ó, ebből úgysem lesz semmi. Vagy negatív érzelmeket, félelmeket, bizonytalanságokat, vagy le tudnak zárni rossz kapcsolatokat. Ki vagy mi befolyásolja őt? A külső hatások. Itt látható egy levél. Lehet, hogy vár egy hírre. Az is lehet, hogy ez a levél egy dokumentum, vagy egy szerződés, hiszen ezt is jelentheti, és kap egy hivatalos levelet például. Ez a levél jelentheti azt is, hogy van valaki a környezetében, aki megpróbál előírni neki valamit. Ez lehet a főnöke, vagy főnöknő, az anyukája, vagy egy volt kapcsolat, és akkor az egerek tudnak segíteni ezt a kapcsolatot, ezt a helyzetet eltávolítani, lezárni. Az ő következő lépése feléd. Itt a gyermekek láthatóak, ami jelentheti a család alapítást, jelentheti a gyermekeket, vagy emlékeket. Amit ez a kép még szimbolizál, az újdonságok, egy új kezdet. Így közeledik hozzád. Azon kívül megvan a fiatalos kisugárzása, vagy a te fiatalos kisugárzásod, és ezt közli veled. Hogy reagálj erre? Legyen meg a bizalmad, hogy itt előre folyamodnak az események. Ennek a pataknak van tisztító hatása is, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok. Ezt jelenti a lilium virág is, hiszen utal tiszta érzelmekre, tiszta gondolatokra. Amit a lilium virág még jelenthet, ezek a szexuális témák, lehet, hogy vannak nála ilyen gondolatok, ilyen tervek. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni. Ez számodra is fontos, meg számára is fontos. A horgony utalhat a munkára, a hivatásra is. Lehet, hogy ott is lesznek változások, tisztázódnak bizonyos dolgok. Itt a hajó jelenti egyrészt a reményt, hogy minden jóra fordul, de jelent utazásokat is. Ha ő távol van, akkor meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, vagy tervez veled egy közös utazást. Ez az út, ez lehet egy belső út is,
egy lelki kapcsolat. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt újra a gyermek látható, jelenteti a gyermekeket, de az ártatlanságot, néha olyan naív hozzáállást, de jelenthet egy új kezdetet, egy új irányt. És ez volt a szerelmi jóslás, az ő következő lépése. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!